Ma este nekünk énekel Nagy Adri, itt lesz a New Level Empire és Radics Gigi, valamint fellép Novák Péter és a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. Sztár vendégünk élőben Emilio! Szerencse szombat ma esti házigazdája, Kisorsi és Harsányi Levente. Szép jó estét kívánunk mindenkinek. Ha szombat, akkor adjunk esélyt a szerencsének. Kezdődik a szerencse szombat. Köszöntöm a nézőket és a régi új kollégákat. Olyan rég voltam, már nem is tudom. De nagyon de örülünk neked. Én is nektek és neked is, de azért Kisorsi, egyik szemem sír, nézni. A másik pedig rajta volt a műsoron. Szia Orsi, köszöntelek, Levi vagyok, Zuglóban élek, nem egyedül. Szóval néztem a műsort, és az utóbbi egy hónapban háromszor volt elitalált az ötös lotton. Ehhez gratulálok majd a nyerteseknek, de azért nem örülök, hogy nem voltam jelen ilyen nagy nyeremények átadásakor, de majd most, jó? Összekapjuk magunkat, és erről majd a később végben is beszélünk, de maradjunk itt a Luxor házatáján, nézzük a mai határszámunkat, ez a 39-es. Ha valakinek 39 kiúzott számon belül lesz teli találat, azaz Luxor tér el, akkor kérem szépen 35 millió forintot nyerhet. A Jokeren nem volt teli talált az előző héten, így itt is 35 millió forint a megnyerhető nyeremény. Viszont ahogy pedzegeted, múlt héten volt ötös az ötös lotton, úgyhogy valaki közel 100 millió forinttal gazdagodott, hát ma sem sokkal kevesebb a tét, 85 millió forint. Kérdőn fordulunk Kovács Révész Eszter felé, aki a Sorsási Bizottság elnöke, hogy elmondja nekünk, hogy mi minden tapasztalt az előkészületek során. Az előkészületek a szabályoknak megfelelően történtek. Kezdhetjük a sorsolást. No, szóval Orsi, avas akkor be a játékba, ugye ez a sorsológép, jól még emlékszem? Mindig igen, Taurus, 75 golyó, igen. Már be is pottyant esett, és kihúzzuk az első betűszám kombinációt, ezt minden egyes alkalommal, amikor én voltam, akkor a rád való tekintettel így kezdtem, és elmondtam, köszönöm, igen, hogy is. Ne legyen hiányérzeted. És kik a fiatal zenélni tudós rácok a háttérben? Még mindig a Gitano Live, ennyire rossz a memóriád. Nem, csak rég nem hallottam őket. Semmi, csak rég találkoztunk. Na nézzük, az első... Az betű, szám, kombináció, X38. Lehet szorgalmasan karikázni. Ha pedig, az igaz. Igen. Igen, nem, beszélj te, mert látom, hogy most annyira örülsz, hogy visszatérhet és beszélhetsz, hogy annyi átadom neked. Én csak a számokat mondom és a betűket, jó? X44. Annyi mondatot hoztam magammal, hogy ne vigyem vissza Balatonra. Szóval rájöttem, hogy a hiányotok megerősítette, felerősítette bennem a szeretetem. Ubul 23. Annyira oda vagyok, értetek, az egész stábért és mindenkiért, hogy higgyék el, higgyétek el, nagyon nehéz nélkületek, komolyan mondom. Igen, hát azt szokták mondani, Robert 69, hogyha elveszítesz valamit, akkor kezded igazán értékelni, igen, akkor most már értékelsz bennünket, ne, ugye? Eddig is, engem. Eddig is értékeltelek titeket, főleg téged. X36. De télen is és nyáron is, de most aztán pláne hiányzott ez a közeg, na, halljuk be. Apropó nyár, csak a Balatonon zajlik? Hát, Olga 59. Nézd Orsát, elröppent, mióta nem találkoztunk. Lassan vége. Elég rapszódikus időjárásra tarkítva jegyzem meg, de hát azért mégis ez volt a nyár. Robert 75. De hát a másik műsorban is jelen voltam, de a szívem és a lábam és a testem, valamint az autóm... Nem kell egy nagy zolni. Visszahúzott ide. Ubul 24. Szóval a kérdésed tényleg, hogy válaszolj, nagyon remek a nyár Balatonon is, azon túl is, hát nagyon nem merészkedtünk túl az ország határán túl, maradtunk a Balaton partján. Olga 53. Megtaláltuk az első képet, úgyhogy megvannak az első nyertesek. Pontosabban egy valaki örülhet 882.845 forintnak. Gratulálunk! Én úgy érzem, hogy nem változott semmi, úgyhogy haladunk tovább, sorsunk tovább első keretig. Igen, meg sem állunk addig. Bezony. Szóval akkor maradtatok a határon belül. Igen, és igen. Nagyon már nem is mentek szerintem. Hát már majdnem határszámon belül mondtál. Igen, mert annyira... Szerencsés játékosoknak kívánom, hogy határszámon belül nyerjenek. De az még odé van, az a 39-es, a Robert 63. Igen, maradtunk határon belül, picit... És maradtok is. Felidéztük, igen, igen, a balatonparti emlékeket, átéltük újra. Hát így van, ezt tudod, de nagyon kellemes. Robert 72. Az ilyenfajta pihenés. Egy kicsit dolgozod és picit nem. Nézed a kollégákat, ahol itt vannak. A kellemeset, a hasznosan. És komoly nyereményeket adnak át, úgyhogy nem vagy jelen. X33, ezeket most nagyon fáj, látom. Nem, de megmondom, hogy úgy
úgy örültem, hogy Áron nagyon ritkán volt itt ilyen nagy események kapcsán, hogy teli találatnak örülhetünk az ötös lotton. Olga 51. Mi meg már te se olyan sokszor és gyakran. De, már többször szerintem, mint a Kata. Csak valamiért ez így marad már benne a köztudatban, hogyha én vagyok, akkor nincs ötös. Ez már rég nem igaz, X41. Na akkor ezt a szabályt is felrúgtuk, ennek is már vége. Rég. Na úgyhogy most kaptatok bőven, most már szeretnék én jelen lenni. Jó, amikor teli találat lesz az ötös lottóban. Obul 30. Én csak arra emlékszem, amikor hosszabb szabadságra mentél a dalverseny kapcsán, és visszatértél, akkor viszont egyből mi voltunk ketten a műsorvezetők. Igen. Több mint ott, 2 milliárd gazdára talált. Igen, Levente 10. Hát ott megvált. Most meg azért mutatta magát oly sokszor. Na de hát ezért szép. Akkor mi lenne, hogyha kihúl? Tehát, hogy lenne ma ötös, de mondjuk az én nyerőszámon ott húznám ki. Ugul 19. És akkor mi lenne, ha te nyernél? Azt már akkor én nagyon boldog lennék. De hogy mennyit kapok? Mert megbeszéljük, jó? Készít, jó. Ugul 25. Jó, eddig 18 számot húztunk, picit azért a játékról is beszéljünk. 39-es ugye határszámunk, első kép már volt, első keretet várjuk. Olga 46, és sárgán világítanak azok a számok, amiket már kisorsoltunk. Tehát ha netán picit gyors a tempó. Ha jól látom, kerethez azért még egy Levente mindenféleképpen kellene. X42. Szóval akkor be lehet pótolni, és utólag karikázni. És azt képzeld el, Orsi, hogy innen a műsor után megyek vissza Balatonra. Ugol 22. Most komolyan itt felvágsz ebben a műsorra. Igen. Igen, akkor kérdés, hogy dicsekszik, vagy balanszkodik. Dicsekszik. Büszkén. Mondom, irigyellek. Levente 2. Na de azért ez mind-mind semmi ahhoz képest, amilyen utazásra te készülsz majd októberben, vagy novemberben, ugye? ami lehet, hogy nem jön össze, sőt nagyon úgy tűnik, hogy nem. X45. Mert hogy igen, már hónapok óta ezt hajtogatom, hogy én majd októberben megyek nyarani Malajziába. Hát most úgy tűnik, hogy nem. Hát azért Balatonfenyves kapitány, büfé és Malajzia. Olga 54, mert hogy a barátnőm, aki kint él a férjével és két gyermekével, ők valószínűleg hazajönnek addigra, mire én... Tehát így mondta, hogy ne vegyem meg a repülőjegyemet októberre, mert lehet, hogy akkor ők már nem lesznek ott. László 1. Úgyhogy egy picit jegeljük ezt a történetet. Na majd akkor visszatérünk rá, jó? Meg tudtad oldani ezt, vagy sem? Hát észre fogod venni, mert akkor néger kislánként fogok hazajönni. Olga 47. Ja, te akkor álltad magad a passzív pihenésnek. Orsi egyébként, amikor kifekszik a napra reggel 10-kor, és este 7-kor szólnak, hogy gyere vacsorázni. Jó, jövök! Lajos 12. Az első keretre várunk. És mindez csak 2 napig érvényes, mert utána már Orsit nem tudják megkülönböztetni a helyi lakosoktól, mert olyan barna. Kinek szóljanak, hogy kész a vacsora. X31. Na, hol van már az első keret? Már minden megvan, minden adott ahhoz. Múlt héten, 27-34 húzás után találta meg Kata és Áron. Hát akkor még időben vagyunk, mondhatni. Igen. Mi sem kapkodjuk el, ugol 18. És ugye a határszámunk a 39-es. Arra is figyeljünk azért. Ugol 17. Hogy telt, azért mesélj erről. Nyilván hát gyorsan, munkával. Hát észre se vettem. Olga 56. Jó, hát ezt ugye ismerik a mondás. Szép volt az idei nyár, egy szerda délutánra esett. De elég össze-vissza időjárás volt, ennek nem örülök. Hát igen, Olga 57. Furcsa volt. De most álltok megint egy pár napig élvezhetjük. Jó, hát nem időjárás jelentést is hallhatnak. Akkor most a nézők előrejelzéssel együtt. Robert 70. De azért mondd már, hogy nehéz volt nélkülem, és furcsa nagyon volt itt. Na, okay. Nagyon hiányoztál nekem. Belőle. Igen. Csak sikerült. Kiprovokáltad X43. Nagyon hiányoztál. De hát ezzel kezdtem, hogy nagyon örülünk, hogy itt vagy. Meg sokat beszéltetek róla, Áron is mindig emlegetett. Mindig, hát ezért mi nagyon szeretünk téged, Robert 74. Ti nagyon szerettek engem, ez volt az utolsó mondat, most pedig első kerethez érkezünk, nézzük ki vagy kik nyertek. Egy nyertes van, 1.177.130 forint, gratulálunk! Megyünk tovább, folytatjuk a sorsolást, amíg egyre nem leszünk a Luxortól, akkor megszakítjuk a sorsolást, ebben sincs változás. És megint egy produkció, egy meglepetés. Igen. Tánc és zene egyben, ugye? Bizony. Oké, okay, jó, erről majd készültél akkor. Készültél te is. A megfelelő pillanatban. Kérlek szépen, tegnap reggel beszélgettem, és találkoztam Novák Péterrel. Nem tudom, hogy része lesz a fellépéshez, itt majd kiderül. Ugol 26.
És egyre vagyunk a Luxort, hogy már nem is kell tovább várnunk, következik az a bizonyos produkció. Ugye dübörög a budapesti nyári fesztivál, és most a programsorozat egyik előadásából, a Székely Dózsa Györgyből láthatunk egy kis részletet. Ez egyébként, akkor te ezt tudod, egy tánc krónika Dózsa György tetteiről, a címszerepben Novák Péter látható, és ami részletet most megnézünk, Ceglédi beszéd ez a címe. Következik a színpadunkon Novák Péter és a Magyar Nemzeti Tánc Együttes. Köszönjük szépen Novák Péteréknek és Orsinak is ezt a fantasztikus felvezetőt, valamint a koreográfiát Zsurának, Zsurászki Zoltán, kiváló Kossuth díjas koreográfusunknak. Mondjad, Orsi. Nem csak, hogy örültem, hogy szóhoz jutottam, és azért beszéltem ennyit, de most itt hagylak, jó magad. Köszönöm, illetve nem köszönöm. Szomorúan mondom, hogy Orsi itt hagyott, de önökhöz közelebb került, hiszen folytatjuk a sorsolást. Orsi a sorsoló. Vagyis befejezzük, igen. Megérkeztem, felteszük az íra a pontot, befejezzük a Luxor sorsolást. 39-es a határszámunk. Úgyhogy még van esély arra, hogy a jackpot is gazdára talál. Levente 9. Nincs teli találat, úgyhogy megyünk tovább. Egy szelvény van egyre a Luxortól, és egyetlen esély van arra, hogy a jackpot is gazdára találjon. Robert 67. Nincs teli találat. Robert 67 nem hozta meg. A jackpotot viszont egy valakivel bővült, a várakozók száma X40. Ugyanez a két szelvény van egyre a Luxortól. X32. A jackpot tehát halmazódik, de teli találat mindenképp lesz. Addig sorsolunk, amíg ez meg nem történik.
Olga 58. Ez sem hozta meg a Luxort. Úgyhogy megyünk tovább. Érkezik a következő betűszám kombináció. Levente 7. 9-en vannak egyre a Luxortól. Múlt héten 44 húzás után született meg a teli találat. Robert 65. Ezen a héten tovább sorsolunk. Még mindig nincs teli találat. Levente 14. Jerósi, közebb ennyi Levente már nem tűrte. Tovább, úgyhogy van teli talált, van Luxor, nézzük, hogy ki vagy, kik nyertek. Egy nyertes van, a nyeremény összege 8.239.910 forint. Gratulálunk! 14 ez volt az utolsó kihúzott számunk, mivel ez páros, az ötös otthon nyerőszám, majd kézzel sorsoljuk majd. A megnyerhető főnyeremény összege 85 millió forint! Most pedig nézzük a nyeremény táblánkat, itt összesítjük a mai történéseket, ami a Luxort illeti. Jöjjenek a kép találatok, 30.677 darab kép volt, 430 forint a nyeremény. Ezek után a keret találatok jönnek, 44 darabot számoltunk, 53.505 forint a nyertesek jutalma. Egy darab első kép volt 882.845 forintért, egy darab első keret volt 1.177.130 forint a nyeremény, és egy darab Luxor 8.239.910 forint a nyertesé. A jackpot, ami több mint 28 millió forint, egyelőre átkerült a jövő hétre. Maradjanak velünk, hiszen következik az élő Joker, valamint ötös lottó sorsolás. Mi is itt maradunk a Gitano Live is, de kiegészülünk a Fortuna tánckarral és augusztusi sztár vendégünkkel, Emilióval. Folytatjuk! Love never feels so good, and a diver never
Kedves nézőink, folytatjuk a Szerencse Szombat műsorát. Ez itt az élő ötös lottó sorsolás, amelynek mai főnyereménye nettó 85 millió forint. A színpadon az est két házigazdája, Kis Orsi és Harsányi Levente. Sziasztok! Szép estét kívánunk mindenkinek, folytatódik a Szerencse Szombat. Köszönjük szépen a Gitán Online-nak, a Fortuna Tánckarnak és augusztusi sztár vendégünknek, Emiliónak! Fantasztikus, yeah! Őrület, döbbenet, a szavam eláll, szó fennakadás, elképesztőség. Ezek a szavak jutnak eszembe az elmúlt hetek történései kapcsán. Értem. Komolyan mondom, át kell gondolnom a jövőt, mert ugye kétszer voltál itt, énekeltél. Emilio, te vagy? Vagy Don Johnson? Mindegy, szóval Emilio kétszer énekelt, és mind a kétszer volt ületel itt a lát ötös. Kovács Áron kollégám is minden egyes alkalommal itt volt az elmúlt hetekben, amikor volt elitalálat, pedig ez sehol. Ez elég sokszor volt egyébként az elmúlt időszakban, tehát 4 héten belül 3-szor talált gazdára az ötös lottó főnyereménye. És igen, ahogy Levente említette, mindhárom alkalommal Kovács Áron volt a férfi műsorvezető, nyilván nem a női, nem a és ezeket kimondani, fáj. Csak Áron, jó? Csak Áron. Csak Áron. Na, úgyhogy fel kell kötni a gatyámat, hogy utolérelek titeket, jó? Na, ehhez mi nem szeretnénk asszisztálni, inkább kezdjük a Joker sorsolást. A 33. játék héten a Joker főnyereménye 35 millió forint. Mellettem pedig már itt van a sorsolási bizottság elnöke Kovács, Révész Eszter, valamint közjegyzőnk dr. Sándor Zoltán. Ők felügyelik a mai sorsolásokat, szabályosok voltak. Az előkészületek szabályosak voltak. Kezdődhet a sorsolás. A Joker első számjegye a 3-as. A második a 6-os. A harmadik a 9-es. A negyedik a 6-os. Az ötödik a 2-es. És a 6. a 7-es. A Joker szám 3, 6, 9, 6, 2, 7. No kérem szépen, akkor rejtvény feladványunk következik. Következő fellépőnk nem kicsi, hanem nem ebben a tehetségkutatóban indult, hanem abban. Nem szereti a jazzt, hanem szereti a megfejtés. Nagy Adri! Mint puhant a karó.
Ez volt a puha takaró Nagy Adritól, köszönjük szépen. Szerintem most senki ne bújjon puha takaró alá, kivéve a fázik, mert egy pillanatokon belül kezdődik az ötös lottó sorsolás. Ez természetesen a Luxor befolyásolja. 14, ez volt az utolsó kihúzott számunk, és mivel ez páros, az ötös lottó nyerőszám majd kézzel sorsoljuk majd. Aki pedig a segítségünk lesz és kihúzza az öt nyerőszámot, 1 millió forintot kap tőlünk. Rögtön kiderül, hogy ki lesz a szerencsés milliómos. Viki kezén múlik minden, Levente pedig felügyel. Akkor kezdődjék a sorsolás, ezen része Viki teker, és mindjárt meglátjuk ki az a szerencsés, aki itt foglal helyet, hiszen minimum 900 forintért vásárolt ötös lottó szelvényt előző héten pályázott, kisorsoltuk, eljött ide, és már is meglátjuk, hogy ki az, aki 1 millió forintot kap tőlünk azért, mert segít a sorsolásban. Én már tudom, most hallja mindenki, és lássuk a szerencsés nyertest. Ő nem más, mint Balog Imre Nagykanizsáról. Számhozó természetesen minden héten a stúdióban helyet foglaló pályázó játékosok közül sorsoljuk. Imre tehát 1 millió forinttal gazdagodott. A többi játékosunkat sem engedjük haza üres kézzel, ők fejenként 30 ezer forintot kapnak tőlünk. Önökkel is találkozhatunk itt a stúdióban, önök is nyerhetnek. Pályázzanak 0644 14 14, ez a telefonszámunk, vagy www.szerencsejáték.hu, ez pedig a honlapunk elérhetősége. És akkor kezdődjön az ötös lottó sorsolás. A 33. játék héten az ötös lottó főnyereménye nettó 85 millió forint. Hát Imre nagyon örül, mi is örülünk. Hát persze a kérdés banális is, de azért mégis felteszem, gondolta volna, hogy ön nyeri az 1 millió forintot? Igen. Akkor jó, hát így rendben is vagyunk, akkor kezdődjük a sorsolást. Az első nyerő szám az 52-es. Levente. Igen, tessék, Orsi. Mit szólsz az elmúlt hetek lottó eseményeihez, történéseihez? Hát az nem látszik, de idegileg teljesen ki vagyok. De kész látszik. Vagyok. Úgy gondolom, sokan azt hiszik, hogy Áron tehet mindenről, de nem. Keresem az összefüggést az elmúlt hetek történései, és köztem. Figyelek. Még nem nagyon jöttem rá, de azért próbálkozom, mert hogy szerintem nekem lehet közöm ehhez a csodálatos nyerőszériához. Ugye körülbelül egy hónappal ezelőtt kezdődött a labdarúgó világbajnokság, ismertem nevén foci VB. Na akkor ugye ott feltűntek fiatal emberek, akik a pályán voltak, a focisták, és különböző színű cipőkben játszottak. Igen. Nyilván ezt is te is észrevetted. Na körülbelül akkor kezdődött el egy hóbortom, ez az úgynevezett különböző színű zoknit hordok. Meg is mutatom. Micsoda? Lehet, hogy nem hiszem. Különböző színű zokni. Itt van egy. Ez sárga. És mutatom a másikat, tessék. Hopp, ne. És ez pedig piros. Na, mi ez, ha nem összefüggés? Biztosan ez az oka. Lehet, hogy azt mondod, hogy bizarr, de szerintem ennek is köszönhető ez. Na, de aztán van más dolog is egyébként, mert azon gondolkodtam, hogy mostanában néha, de csak néha, a mondatok végén nem oda illő banánturmix. Sokan azt gondolják, hogy ez írógép, ugyanakkor az öltöző, és ha ég a villany. Tehát érted? Tehát ez is egy olyan vonulat, ami mögött én azt látom, hogy talán nekem ehhez van közöm. Én hívtam egy orvost. Amíg megvizsgál, addig kihúzzuk a második nyerőszámot. A második nyerőszám a 6-os. Wow! Nagyon szépen köszönöm az aggódást, már jobban vagyok. Gyógyulásomhoz vezet természetesen az is, amikor olyan zenekart látok, olyan zenét hallok, mint amit önök is láthatnak, és amit önök is hallhatnak. Például most itt van a New Level Empire. Is it home?
once you get beside, is it game? If ever I found you in the sound, is it pain? If ever I lose you in the crowd, all I wanna love is everything I'm reading. All I wanna want and never stop believing. Haunt you every time to make my life complete. All I wanna knew, the last one I saw was you. The last one. Olivári Zoltán, Szilveszter és Csipet csapata, vagyis a New Level Empire zenét nekünk az elmúlt percekben, ez volt a The Last One. Ez volt az első, de nem az utolsó slágerük, és mi is messze vagyunk még az utolsó nyerőszámtól, úgyhogy húzzuk a soron következőt, ez a harmadik. A harmadik nyerőszám a 86-os. Orsi, döntöttem más tekintetben is, például Emilióval sem beszélek. Ma eddig kétszer volt, ugye, illetve ebben a hónapban kétszer énekelt, kétszer volt ötös. Tűrhetem. Hát és van még valami, amiből kettő van Emilióval kapcsolatban, hogy most énekli a második dalát. Nem volt szép, nem volt.
millió. Szeretse szomba. Kitadó, live. Ez a dal, amit tiszta szívből tudolok neked. Arra kérlek, add a két kezed. Táncolj velem, repülj velem. Ez a dal, amit tiszta szívből tudolok. Köszönjük szépen Emiliónak, fantasztikus volt! Mi pedig sorsoljuk a negyedik nyerőszámot. A negyedik nyerőszám a 68-as. Nagyon bazsajogsz az orrod alatt. Képzeld, nem sokára Radics Gigi énekel nekünk, Barna lány, ez a dal címe. Szeretem. Saját magáról írta, és így elgondolkodtam, hogy ha te írnál dalt magadról, akkor mi lenne a címe? Hát most tényleg nem tudom, hogy tehát most, hogy ezzel jöjjek elő, mert nyilván kevés a műsoridő, de inkább igen, amellett gondolkodnék, hogy azt gondolom, hogy olyan dalok vannak már, melyek létező utólag dalok, derültek ki, hogy rólam írtak. Na például itt van, hogy ne is még nagyon messze, ugye, az a, na hogy hívják, Csok király, ugye? Aztán itt van az Alphaville-től a Forever Young, ugye? Aztán, hát ez így borostával nem tudom. Igen, aztán ugye a hosszú fekete, az nem. Akkor ugye itt van még... Hát, mikről nem tudunk. Nem is tudom, mi lehet még talán. Hát ez a kettő szerintem bőven elég. Vagy nem is tudom. De ne is ezzel foglalkozunk talán, hanem arról, hogy rólunk lehetne számot írni. Rólunk? És az milyen kettőnkről? Szépen. Igen. Például a két összeillő ember. Aztán a páratlan páros. Aztán... Egyre jobb. Amikor ugye emlékszel tavasszal felhívtalak, hogy kicsi gyere velem rózsát szedni. Aztán... Hát nem is tudom, szóval annyi mindent lehetne, de tényleg. Nem tudom, én inkább Radics Gigi dalát veszem magamra, jó? Szól tőle a barna lány. Kicsi lány, ne hibázz, egy bot bírt.
Köszönjük szépen Radics Giginek, most pedig figyeljenek, mert Orsi felhívta a figyelmem, hogy valamit szeretne mondani, hogy most jött el az a pillanat. Hogy befejezzük az ötös lotos sorsolást, mert kihúzzuk az ötödik nyerőszámot. Az ötödik nyerőszám. Az 57-es. Az ötös lottó nyerő számai emelkedő számsorrendben. 6, 52, 57, 68 és 86. Orsi, meg kell, hogy szólítsalak, ráadásul úgy, ahogy nagyon ritkán szoktalak. Orsikám, nagyon szurkolok, hogy most legyen ötös. Ennyire talán még soha nem akartam, mint ma. Gondolt, hogy a felemás zoknit meghozta a szerencsét? Vagy most így a szőrös ábrázatom. Mert teljesen mindegy, hogy mi egy a lényeg, hogy be kell bizonyítanom a nézőknek, hogy igenis én is tudok hozni szerencsét, nem is keveset. Te is érsz ennyit. Meg még egy picivel többet, mindig egy picivel többet. Azt gondolkodom, hogy most így az elmúlt egy hónapban igen. Tört rád ez a felemás zokni láz, vagy pedig már korábban is volt, én csak nem vettük észre, mert az most is rendesen hónapban, eltakarod. Az elmúlt egy hónapban, és mindig más az okni, tehát nem ez az egy van rajta, egy hónap, hanem mindig más, de mindig de más színű is. De a másik párt veszed fel utána. Mindig valami történik, bezony. Na de rögtön kiderül, hogy akkor meghoztad a szerencsét valakinek, és folytatódik a nyerőszéria. Indul a nyertes kereső. Az adatokkal köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Először akkor a Jokerrel foglalkozunk, a nyerőszámokat látják a Jokeren. Ezen a héten két találatosból 4913 darab volt, egyenként, szelvényenként. Ugye 1000 forint a nyeremény, 10000 forintnak 497-en örülhetnek. Ennyien találtak el három számot Joker játékunkban. 4-esből a Jokeren 51 darab volt, szelvényenként 100000 forint a nyeremény. 1 millió forintnak hárman örülhettek, három fogadó. Ők öt számot találtak el Joker játékunkban, és nézzük, hogy ezen a héten volt-e 6-os, azaz teli találat a Jokeren. Sajnos nem, de nehogy elkeseredjenek, hiszen jövő héten is nagyon sok pénz vár önöket itt a Jokerben. A megnyerhető főnyeremény 60 millió forint! Lássuk a Luxor fontosabb adatait. Elsőképp egy szerencsés nyertesünk 882.845 forintot nyert. Első keret egy szelvény volt az országban, ami 1.177.130 forintot ért. Luxor teli találat. Egy valaki 8.239.910 forinttal gazdagodott. Jackpot, amit átvittünk a jövő hétre, 28.252.760 forint. Most pedig az ötös lottó nyerőszámai emelkedő számsorrendben, ezeket látják, és jöjjenek a találatok. Kettesből 77.170 darab volt, 1.495 forintért, 2.632 darab, hármas találtunk, 22.520 forint a nyeremény, 24 darab négyes volt, 2.332.290 forintért, és várjuk egy picit, és már is kiderül, hogy volt-e teli találat ezen a héten. Sajnos nem! De figyeljenek és készüljenek, mert a jövő heti várható főnyeremény itt az ötös lottóban 190 millió forint! Menj!
ennyire vagy elkeseredve? És kezdem azt írni, hogy ez az Áron, ez tud valamit. Talán, de majd rácáfolunk a jövő héten, reméljük. Köszönjük. Jövő héten azért lenne jó, hogyha rácáfolnák, mert hogy megsumol a kedves nézőknek, hogy Mák Katával ketten várunk majd. Csak a hölgyek lesznek. Igen, bizony, csak ketten mi. Úgyhogy az lenne szép, hogyha mi hoznánk meg a szerencsét valakinek, és akkor ismét gazdára talán az ötös lottó főnyereménye. Legyen így kívánd ezt, jó? Ugyanezt gondoltam, amit mondtál. Búcsúzunk. A viszontlátásra! Szürke egérből hadd legyek oroszlán fesztivál. Most pár napig végre